csak a zászlókat mozgatta meg, a mérkőzésre is alaposan rátelepült a szél az NB3-as bajnokság 20. fordulójában, a Termál Videoton mérkőzésen. A kieső zónához egyre közelebb kerülő, piros-feketében játszó gyulaiak számára fontos lett volna a győzelem. Az ellenfél, az NB1-es Videoton fiók csapata azonban 9 veretlenül megvívott mérkőzéssel a háta mögött érkezett. Az első kapu felé tartó próbálkozás Sipos nevéhez fűződik. A Termál középpályása a 3. percben szabadrúgásból vette célba Gábor Péter kapuját. Negyed óra elteltével egy Sipos Laurinec összjáték után előbbi került helyzetbe, de a fehérvári védelem szögletre mentett. A 35. percben Nagy Gergely végezte el a szögletet. A labda Pászka elé került, aki ráfordulva kilőtte hosszú alsósarkot. A 41. percben Sipos indította Jókovács Tamást, a csapatkapitány jól vette át a labdát, azonban ballal a kapusba lőtt. A szél a második félidőben elvileg az első játékrészt komolyabb helyzet nélkül abszolváló Videoton segítette. Ennek ellenére újabb gólt lőtt a Termál, az okosan visszagurító Kovács labdáját Laurinec higgadtan helyezte a kapuba. A közönség még ki sem értékelte az eseményeket, amikor Laurinec beadását okos fejelte be Gábor kapujába. A Videotont a 3 gólos hátrány sem vetette vissza, 2 perc múlva Géresi beadása után Havasi lőtte az égbe a labdát. Az 58. percben újra Géresi ment el a jobb oldalon, a beadás után Havasi most már nem hibázott. A túloldalon Pászka jó passza után nagy állíthatta volna vissza a 3 gólos különbséget. 5 perc múlva már csak 1 gól volt az előny, Géresi egy szerelés után Havasihoz játszott, aki visszatette neki, lövése pedig a bal kapufát érintve a hálóban kötött ki. A 73. percben Pászka lőtt mellé, 2 minuton múlva Kiprich Dávid feje sem ment el a gyulai kapu előtt. Az utolsó fontos esemény a 82. percben történt, Szél Pál beadását Nagy Gergely passzolta a kapuba. A végeredmény Termál Videoton 4-2. Tudtunk az első félidőben is helyzeteket kialakítani, szögleteket rúgni. Úgy gondolom az ellenfél többet birtokolt a labdát, de igazán helyzetekig nem jutott el, az inkább nekünk sikerült. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez volt a mai mérkőzésnek a nyitja, hogy védekezésben volt egy megfelelő stabilitás a mérkőzés elején, de a hullámvölgy megint benne volt a meccsben. Tehát 3-0-ról szorossá tenni 3-2-vel, ez megint csak némi jellemzésre ad majd okot, de hát ezt megtesszük majd a következő héten. A vereség ellenére nem volt elégedetlen fiatalokból álló csapatával a Videoton mestere. Az utóbbi 9 mérkőzésen veretlenek voltunk, győzni szerettünk volna. Minden mérkőzésre úgy lépünk föl, hogy győzni szeretnénk. Sajnos ez egy fiatal csapat, nem sajnos, de egy fiatal csapat. Egy ilyen göröngyös úton a fejlődésük szakaszában vannak göröngyös részei. Ez pont egy ilyen mérkőzés volt. Sajnos a mai nap mérkőzés az így sikerült. A srácoknak vannak fiatalok hullámvölgyeik, ez egy ilyen mérkőzés volt mi számunkra. A Termál a következő mérkőzését is Gyulán játsza, a csapat szombat délután a Monort fogadja.